Az európai parlamenti választások fontosságát hangsúlyozta Csoma Botond, az RMDS szóvívője és Kulcsár Terza József György, a Magyar Polgári Erő ügyvívő elnöke. Ehhez szerintük létfontosságú volt az összefogás a két politikai alakulat között. Fontos, hogy a magyarok úgy tudjanak elmenni szavazni, hogy biztosítva legyenek. Az erdélyi magyar politikai alakulatok célja, hogy az erdélyi magyar közösséget hatékonyan képviseljék. Ennek érdekében jött létre a választási összefogás a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Erő, illetve az Erdélyi Magyar Szövetség között is, fogalmazott Csoma Botond, az RMDS Kolozs megyei szervezetének elnöke. A Magyar Polgári Erővel tartott közös sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a győzelemnek két előfeltétele van. Az egyik az az összefogás, tehát hogy össze kell fognunk, és ehhez a feladathoz az erdélyi magyar politikai szervezetek felnőttek, mert megvalósult egy összefogás, tehát az egyik előfeltétel megvalósult, és a második előfeltétel az az, hogy az erdélyi magyarok június 9-én nagy számban menjenek el szavazni, mert amennyiben a magyar részvétel nem követi a román részvételt, problémák lesznek. Június 9-én nem leszünk sikeresek, nem leszünk erősek, nem lesz hangunk Európában, és nem lesz erőnk itthon Erdélyben. Márciusban a két politikai alakulat országos szinten megegyezett, közös listával indulnak az európai parlamenti választásokon. Az együttműködés és a kölcsönös támogatás jegyében az RMDS-EP listájának 5. helyén egy erős jelölt képviseli a Magyar Polgári Erőt, Zazula Béla, fogalmazott Kulcsár Terza József György, a Magyar Polgári Erő ügyvívő elnökem. Én nem látok más utat, csak azt, hogy a választások kapcsán, az európai parlamenti választások kapcsán össze kell fogni, és az RMDS listára kell szavazni. Vince Loránd, barátom, mert barátomnak szólítom, a nemzetügyeket képviseli, egy jó munkát fejtett ki mindidáig, és azt gondolom, neki ezt a munkát folytatni kell. A mi emberünk is, tagunk ott van az RMDS listán, ezzel bizonyítjuk, hogy komolyan gondoltuk. Az RMDS és a Magyar Polgári Erő helyi szinten is együttműködik olyan településeken, ahol azt megköveteli a helyzet. Kulcsár Terza József szerint, ahol magas a magyarok aránya, ott lehetőség van versenyre, ahol viszont nem éri megkockáztatni. Kolozs megyében össze kell fogni, nem lehet külön utas politizálást folytatni, jelentette ki.